Olyan Izlandra látogató turistát még nem jegyeztek, ki a Blue Lagoont ne látogatta volna meg. Ez a nevezetesség is egy geotermális mezőhöz kötődik. Itt a mélyben meghúzódó, lassú kihűlésben lévő magmakamra csak hőt sugároz minden irányba, és hőjének egy csöpp töredéke a földfelszínt is melegíti. A geotermikus gradiens itt nagyon magas, 100 méteren 20 Celsius fok. Ahhoz, hogy képet alkossunk erről az értékről, csak annyit, hogy a Pannon medencében a gradiens 5 és 6 között ingadozik, átlagban pedig 3. A geotermikus gradiens nagyban függ a földkéreg vastagságától. A Himalája térségében a kéreg úgy 70-75 km vastag, a Pannon medencében körülbelül 20-25 km. Izlandon, a Reykjanes félsziget térségében alig 4-5 km. Sorozatos mérésekkel bizonyítható, hogy a mélység felé haladva nő a hőmérséklet. A geotermikus gradiens az egységnyi, mondjuk 100 méterre jutó hőmérsékletváltozást fejezi ki. És most térjünk vissza a lagunánkhoz. Az alattunk szunnyadó magmakamra boltozata itt is bőven repedezett. A felszín, jelen esetben az óceán vize leszivárog a mélybe, hol felmelegszik, és fajsúlyánál fogva feljön a felszínre. Itt, ahol a fürdőközpont ki van alakítva, mesterségesen kiástak egy széles medencét, ott, ahol a melegvízfeltörések számottevőek. A laguna vize 35-40 Celsius fokos, tehát egy kellemesen meleg tengervíz, melyet a fehér színű kovamoszatok is nagyon kedvelnek, és szaporulatuk bő fehér iszapot eredményez. Ezt a csodaszert kenik fájos testrészeikre a fürdőzők. Ezzel, kedves barátaim, izlandi kirándulásunk végére érkeztünk. 12 részben tárgyalt bemutatónk lehet soknak tűnt, és az igazság kedvéért említem, hogy az elején én csak legtöbb 10 részre gondoltam. De a gyerek jobban fejlődött a vártnál, és kinőtte a 10-es számot. Kollégáim egy része nem is bánja, mondván, oly bőven tárgyaltam a látványosságokat, hogy megspóroltam nekiek egy utat. De van egy másik kategória, kiknek meghoztam a kedvüket egy izlandi túrához. Mindkét csoportnak üzenem, hogy mi e pár nap alatt még a milliómod részét sem láttuk Izland csodáinak. Bemutatóim ismeretterjesztő jellegűek. Geológusok ne hurrogjanak le, e képsorok nem csak őket szólítják meg. Összegyűjtött fotó-videó anyagom azért ennél bővebb. Nem beszéltem a bejárt tájak növény- és állatvilágáról, az itt lakók egyszerű életviteléről, a földrengések és vulkáni kitörések okozta megpróbáltatásokról, és még sorolhatnám a témákat. Azért még pár perc erejéig mondok pár általánosságot. Az ide látogatót ne lepje meg a sziget szélsőséges időjárása,
Itt tényleg 5-10 percenként változik minden. Őrült hóvihart vagy esőt hirtelen szikrázó napsütés követ. Ipari szennyezés nincs. A légkör hihetetlenül tiszta, és szép időben a több kilométerre lévő tájak karnyújtásnyira látszanak. A jó minőségű vízhatlan lábbeli és ruházat nélkülözhetetlen, mint ahogy a hátiságba betett váltó melegholmi is. A szállodák, turistaházak rendkívül tiszták, nem túlzottan drágák és időben lefoglalhatók. Áraik az interneten elérhetőek. A kempingek, turistaházak kiépítése világszínvonalú. Tökéletesen felszerelt konyhák, zuhanyozók, mellékhelyiségek fogadják az erre járókat. A lényeg, és ez szinte törvény, hogy amit tisztán kapsz, az tisztán is add át. Az étkezést többféleképpen lehet megoldani. Mi vendéglőhöz nem kötöttük magunkat, hogy minél többet tudjunk járni. Így hát azt ettünk, amit a tarisznyánkba tettünk itthonról. Ez olcsó és rendkívül hasznos megoldásnak bizonyult, mert nem voltunk helyhez kötve. Mindezt persze a turista programunk tartalmazta, amit az utazási irodánk körültekintően kidolgozott. A turista vezetőink pedig, Levente és Péter, messze menően felkészültek voltak minden téren, ami egy modern turizmushoz szükséges, és egy zárószóval engedtessék meg, hogy e két szívünkhöz közel került barátunknak köszönetet mondjunk.